Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Linux használatát bemutató videósorozatom következő elemében. Az eddig Ubuntu témakörben megjelent videóim szinte majdnem mindegyike az Ubuntu 20.04 Focal Fossa kiadásához, disztribúciójához kötődik, és ezeket a videókat egyre többen nézik, aminek én természetesen nagyon örülök. Egyre többen keresnek meg azzal kapcsolatban, hogy segítsek nekik a Linux operációs rendszerek között eligazodni, az Ubuntu használatába segíteni. Az utóbbi időben többen lehet, hogy eléggé félreérthetően mondtam el, illetve többször úgy hivatkozok rá, hogy nem nagyon magyarázom meg a dolgokat, de többen úgy néz ki, hogy félreértették azt az utalásomat, hogy a Linux operációs rendszerek jelentősen alacsonyabb teljesítményigényen lépnek fel a gépekkel szemben, mint a Windows. És ez arra vezeti őket, hogy régi, nagyon régi gépekre próbálják meg feltenni az Ubuntu 20.04-et. Na ez a videó ennek a tévhitnek, vagy ennek a félreértelmezésnek az eloszlatására készül. Ez sorozat lesz szintén, mint a többi, legalább 2-3 része biztos, hogy lesz, amennyit most úgy első körben látok. A Linuxok valóban jelentősen alacsonyabb teljesítményigényel rendelkeznek, mint a Windows. Azonban azt tudni kell, hogy az Ubuntu 20.04 azért önmagában egy nagyon komoly operációs rendszer, komoly erőforrás igényel, csak azért, hogy amit mondok, azt be is, meg is tudjam mutatni. Ugye az Ubuntu jelen pillanatban a hosszú távon támogatott rendszerek esetében ugye jellemzően a Focal Fossa kiadást gondozza most jelen pillanatban. Ez a Focal Fossa kiadás, ezt kifejezetten csak és kizárólag 64 bites verzióban jelenik meg. Tehát ha itt most a letöltések oldalra elballagunk, akkor megnézhetjük, hogy valóban a Focal Fossa csak és kizárólag 64 bites verzióban jelenik meg. Ugye a Focal Fossánál újabb, nem hosszú távon támogatott kiadások is már csak 64 bites környezetre jelennek meg, de például az Ubuntu még mai napig támogatott operációs rendszer, a 18.04, ugye ez a Bionic Beaver-nek nevezett operációs rendszer, is csak 64 bites verzióba jelent meg. Azonban az Ubuntu-nak vannak úgynevezett ízei, ezek az Ubuntu ízek ugye abban különböznek az Ubuntu-tól, ezek mindegyike valamilyen Ubuntu disztribúcióra alapul, és a GNOME-mal ellentétben, mert ugye az Ubuntu alapértelmezett asztalkezelő környezete a GNOME-tól eltérően valamilyen más asztalkezelő környezetet használnak. Például ilyen más asztalkezelő környezet a Xubuntu operációs rendszer, ami arról híres, hogy jelentősen kisebb, tehát már az Ubuntu belül is jelentősen kisebb erőforrás igényen lép föl, mert hogy az ő ablakkezelő rendszere jelentősen egyszerűbb, mint amilyen az Ubuntu-nak az alapértelmezett rendszere. Az Ubuntu-nak, az Ubuntu-nak ugyanúgy alapvetően a 20.04-e csak 64 bites rendszerre jelenik meg, ugye a még frissebb verzió szintén csak 64 bites rendszeren jelenik meg, azonban a Bionic Beaver látszik, hogy elérhető 32 bites rendszerekre is, magyarán szólva a régi típusú számítógépekre. Na ezért volt ide betöltve ez a kép, amivel az a böngészőm indult. Ezen a gépen van tesztelve az a videó, amit én most jelen pillanatban bemutatok nektek. Ez egy Acer TravelMate 5310-es számítógép. Ennek egy Intel Celeron M520-as processzora van, ami 1,6 GHz-es sebességen pörög. Ebben észveszejtő memória mennyiség van, ez 2,5 GB, egyenletileg 512 megával és 1 gigával adták ki. Ez már egy felturbózott változat, 2 gigával rendelkezik, és eredetileg XP volt rajta. Ez a gép 2006-ban jelent meg,
2006. októberében került hozzám, és erre a gépre telepítettem fel tulajdonképpen a Xubuntu 32 bites verzióját. Na hát akkor, mint minden Linux operációs rendszer, ahogy kezdődik, ugye szükségünk lenne egy ISO telepítő fájra. Hát ugye keressünk akkor rá, Xubuntu 1804.5, ugye én már ezt egyszer beírtam, úgyhogy a keresőm ezt már megjegyezte, ugye LTS verzió és download. Na nézzük, az első találat, CD Image, már hozza is a megfelelő helyet, de ha nem találnánk meg, nehezen találnánk meg ezt az első találatot, akkor érdemes megjegyezni, hogy a cdimages.ubuntu.com oldalon az Ubuntu összes valamilyen, valaha volt valamilyen verziója, valamennyi verziója elérhető, ebből itt megtaláljuk a Xubuntu disztribúciót, ezen belül, a releases-en belül megtaláljuk a létező, eddig elérhető valamennyi verziót, és köztük a 1804.5-öt is. Ha itt a release-re kattintunk, opa, elnézést, ha release-re kattintunk, akkor ugyanide fogunk kiukadni. Tehát, hogyha nem sikerült a keresőben megtalálnunk, akkor itt látható. Na, 64 bites és 32 bites verzióban érhető el. Ugye itt, ha rákattintunk, akkor azonnal elindul a telepítés. Ugye itt alul látszik az állapot sorban, hogy ez egy ISO-fájlnak a letöltését tenné meg, amit én akkor most valóban el is fogok kezdeni, és akkor. Ugye egy apró kis megjegyzés, ugye látjuk, hogy a 64 bites verzió az 1,6 GB, a 386-os 32 bites verzió pedig 1,4 GB. Ha most belegondolunk abba, hogy az Ubuntu Linuxnak a jelenlegi telepítő készlete az már a 2,7 gigát közelíti, sőt a mostani 2004.3-as LTS kiadása 2,9 gigát közelíti, akkor azt mondhatom, hogy látszik már a telepítő készlet mennyis méretéből, hogy azért ez egy jelentősen kisebb terjedelmű dolog. No, hamarosan elindul a, vagy letöltődik a, bocsánat, letöltődik a az operációs rendszer telepítő fája. Ezt ugyanúgy fogjuk kitenni egy USB pendrive-ra, mint ahogy azt tettük az Ubuntu 2004-es fokáfosszával. Na, a letöltés meg is történt, akkor én ezt az ablakot most bezárom, ezt is, és erre sincs szükségem. Gyorsan a háttérből elindítok egy lemezkezelőt, ugye a Lemezek nevű program, és a gépbe gyorsan be is dugok egy pendrive-ot, annak érdekében, hogy én ezt a telepítést meg tudjam csinálni. Már is csatlakozott a pendrive-om, ez egy 16 gigás pendrive, ezen most Linux telepít, vagy Windows telepítő van merő véletlenségből, de hát semmi probléma. Ugye kiválasztom itt a három pontot, lemezkép visszaállítása, megmondom, hogy a Xubuntu ISO-fájt szeretném ezen lemezen visszaállítani, ugye figyelek rá, hogy a 16 gigás pendrive-om legyen az, és már is indítom a helyreállítást. Így. Megadtam a jelszavamat, és tulajdonképpen már is megindult a visszaállítás. Ugye látszik, hogy ez egy viszonylag egész jó pendrive, 17 megabit, megabyte per szekundummal kezeli az adatokat, ekkora sebességgel ír, ugye ennél gyorsabban fog olvasni, de ekkora sebességgel ír. Ugye ha valakinek Windows-os környezete van, akkor értelemszerűen majd megnézi azt a videót, ahol a Windows operációs rendszer alatt készítünk ISO fájlt tartalmazó boot telepítő pendrive-ot. Az eljárás ugyanaz, mint az Ubuntu 2004 esetében, annyi a különbség, hogy egy Xubuntu 1804-et fogunk rá föltenni. No. No. El is készült a telepítő készletünk, ugye látszik, hogy egy 1,6 GB-os részt használ el
a pendrive-omból, és fönnmaradt még egy 15 gigás szabad terület. Ugye ebből látszik, hogy egy 2 gigás pendrive bőven elegendő le a Xubuntu telepítéséhez. Jó, akkor én ezzel végeztem. Ugye elvileg kikapcsolom a számítógépet, és újraindítom. No, már is indul a rendszerünk, ugye a szokásos módon, ha a billentyűzeten egy billentyűt megnyomunk, akkor ugye a nyelv kiválasztására van lehetőségünk, tegyük is, megválasszuk ki a magyar nyelvet, ugye ezt az F2 billentyűvel szintén megtehetjük, az F3 billentyűvel pedig a billentyűzet kiosztást tudjuk megváltoztatni, amit én szintén magyarra állítok, és ha már minden rendben van, akkor egy enterrel el is indítom a telepítést. Ugye ez egy ugyanolyan élő rendszer, mint amilyen az Ubuntu 20.04 esetében volt, tehát egy élő rendszert fogunk indítani, és az alatt fogjuk elindítani a telepítő készletünket. Ezt a videót majd erősen meg fogom vágni, úgyhogy nem minden fog tökéletesen működni benne, de érdemes majd figyelni az órát, hogy körülbelül mennyi időbe telik a telepítés. No, azért néhány szót a Xubuntu-ról, tehát ugyanúgy egy panel, ugye ha jobb egeret nyomok rajta, akkor látom, hogy ő egy panel, tehát ugyanúgy egy panel és egy asztal áll a rendelkezésünkre, itt nincs indítópult, tehát nincs DAS, mint a 20.04-be, tudnilik a DAS az a GNOME ablakkezelő rendszerhez kötődő fogalom, a Xubuntu-ba az X azért van benne, mert ez egy XFCE elnevezésű asztalkezelő, ablakkezelő környezettel rendelkezik, aminek egy úgynevezett start menüje van, illetve menü ikonja van, ahol elérhetők, ugye ez egy kicsit olyan Windows-osabb megjelenés, ahol elérhetők a tematikusan csoportosított alkalmazások, ami a Linuxban van. No, akkor ugye itt található a telepítést segítő ikon, illetve a telepítést végrehajtó ikon, ezt kiválasztom és egy enterrel el is indítom, ugye elvileg egy dupla kattintás is jó lett volna. No, kicsit ismerős lehet a felület, ugye értelemszerűen ez egy Debian alapú, ráadásul ugye Ubuntu-val megspékelt kezelőfelület, arra annyit kell róla tudni, hogy a Debian telepítő rendszerét használja, tehát minden szempontból ugyanúgy fog kinézni, mint az Ubuntu-nak a telepítőkészete. Itt azért érdemes megnézni, hogy élő hálózati kapcsolatunk van, tehát egy vezetékes internet kapcsolattal rendelkezünk. Ugye elsőként a billentyűzetet kell beállítani, ugye az automatikusan felismert, illetve a induláskor beállított billentyűzet az működik, és látszik, hogy a tesztelés jó eredményt is hozott. Jó, ugye frissítéseket kérjük, és kérjük a külső gyártóktól származó hardvereket is. Ennek alapvetően az oka, hogy mind a wifi, mind a grafikus, mind a hangkártyák jól működjenek majd a telepítés követően. Ennek ellenére lehetnek olyan esetek, amikor ugye olyan hardware elemmel találkozunk, ami nem működik, akkor azt majd egyszerűen behangoljuk. Ugye a szokásos lehetőség, én most mivel semmi extra dolgot nem akarok, ezért nem fogok valami mást választani, nem akarok se titkosítani, se LVM-et használni, ezért maradunk a merevlemez törlés és a Xubuntu telepítése mellett. Ugye egy kis tájékoztatás arról, hogy mi fog történni. Ugye az időzóna beállítása, ugye Budapest, ez teljesen tökéletes. Jönnek a saját személyes adataink, ugye ez az Ubuntu-ban megszokott névem. Ugye ez egy TravelMate, az én fizikai felhasználó nevem, ugye rövid és ékezetes nélküli, és figyeljünk arra, hogy a jelszót követeljük meg. No, már is elindult ugye a fájlok másolása. Három lépésből áll a telepítés, mint minden normális debianos rendszerben. Az első lépésben használatba veszi a telepítőkészlet a háttértárolókat, tehát particionál és megformázza a partíciókat. A második menetben felmásolja a szükséges fájlokat a tárolóra, és a harmadik menetben pedig a felmásolt, illetve még időközben letöltött adatok alapján elvégzi az operációs rendszer fizikai telepítését. Ugye ezt már az Ubuntu Linuxnál is elmondtam, hogy a Linuxokra, illetve főleg a Debian Linuxra jellemző, de szinte majdnem minden Linux így működik,
hogy nagyon komoly, nagyon széleskörű tájékoztatást kap a felhasználó arról, hogy mi történik valójában. A fájlok másolását követően, ugye, illetve hát a tájékoztatást, hogyha jól megfigyeljük, akkor ugye mindig van egy normális csík, ami nem úgy működik, mint a Windowsban, hogy sokáig állunk 1%-on, majd hirtelen elugrunk 89-90%-ra, majd sokáig állunk 90%-on. Itt látszik, hogy időarányosan a csík megy, és hogyha a megfelelő műveletekről is részletesen akarunk tájékozódni, akkor azt is meg lehet tenni. Ugye itt látszik mindig, hogy éppen mi fog történni. Ugye jelen pillanatban fájlokat máshol, itt nincs túl sok minden ennek értelme kiírni, de mikor már a telepítés fog folyni, akkor ott részletes tájékoztatást kapunk arról, hogy pontosan mi történik. Ugye a felső ablakrészben pedig egy általános tájékoztató blokk látható, azért lássuk be, hogy az Ubuntu alatt ez azért messze informatívabb, mint itt a Xubuntu alatt. Ugye a Debian alatt ez még szerényebb megjelenésű. Na, a fájlok másolásával végzett is a telepítőkészlet, tehát a következő lépésben már a fizikai telepítések fognak megtörténni. A Xubuntu az Ubuntuhoz hasonlóan szintén a Debian szoftver forrásaira támaszkodik, tehát tulajdonképpen az Ubuntu és a Xubuntu is Debian tárolókat használ. A Debian tárolóban lévő több mint 60 ezer csomag közül válogatja ki azokat, amelyeket ők használni fognak. Úgyhogy ennek megfelelően ugyanazok a parancsok állnak majd rendelkezésünkre Xubuntu alatt, mint az Ubuntu alatt, tehát a normál frissítéskezelő, az APT, hogyha ugye parancsfelületről fogjuk működtetni a dolgot, ugyanúgy a szoftverek program a rendelkezésünkre fog állni a Xubuntu alatt, és ugye emlékezzünk rá, hogy két nagyon fontos programot is telepítettünk annak idején az Ubuntu alatt, az egyik ugye a Synaptic volt, ami a teljes adott operációs rendszer alá betelepített valamennyi tároló szoftvereit kezeli, illetve még egy program, ugye a GDebi-nek nevezett program, ami pedig mind grafikus, mind parancsoros felületről segít bennünket a szoftverek telepítésében, illetve eltávolításában, frissítésében. Ugye beépített módon két ilyen alkalmazásunk van, ugye a szoftverek, amivel telepítünk és eltávolítunk, és a frissítés kezelő, amivel pedig a szoftverek frissítését, az operációs rendszer és a szoftverek frissítését végezzük el. Ugye most már az operációs rendszer a rendszerindító, ez a grubnak nevezett valami, ugye a rendszerindító fájlokat állította be. Ugye most még eltávolít pár dolgot, amit ugye a telepítésnél valamilyen csomagba benne volt, de nincs rá szükség. Ezeket eltávolítja, a végén még összeállítja a kernelt, és ezt követően fog a telepítés befejeződni. Mivel megengedtük neki, hogy a frissítéseket telepítés közben végrehajtsa, ezért valójában elég sok minden be fog frissülni, nem minden, de elég sok minden be fog frissülni, ezek közül talán a legfontosabb, ami befrissül, az maga a kernel, tehát a kernelben egy frissebb verziót fogunk kapni a végeredményként, mint amilyennel a telepítőkészlet rendelkezik. No, itt látszik, hogy a 5.4, tehát 5.4.0.81-es kernelt fogja megkapni a rendszer, eredetileg az 5.4.0.27-es verziót volt a telepítőkészletbe. Tehát itt látszik, hogy ugyan rendszer nagyságot nem váltottunk, tehát a fő verzióba, illetve a második fő verzióba nem, illetve a második verzióba, tehát az 5.4 az marad, de a 27-ből 81 lesz. Ugye a Linux kerneleknek az összeállítása az mindig egy bizonyos forrás szintű állományokból történik, méghozzá fordítással és szerkesztéssel. Ugye ennek az egyik alapvető feltétele, hogy megfelelő C fordító álljon rendelkezésre. No, készen is vagyunk. Ugye én itt most a tesztelés folytatását fogom választani.
kész vagyunk, tehát én most akkor a rendszert leállítom, ugye itt nem a jobb oldalon vannak a rendszer menüben a megfelelő szolgáltatások, hanem a Xubuntu XFCE kezelő felületében, ha lenyitom, akkor itt a kijelentkezés nyomógombon az összes leállításhoz kapcsolódó mindenféle hibernációs, felfüggesztős, újraindítós, kijelentkezős, tehát ezen az egy panelen lehet mindent megoldani, és akkor ezen most a rendszert le fogom állítani, ki fogom venni értelemszerűen a pendrive-ot, és újra fogom indítani pendrive nélkül a számítógépet. Hamarosan találkozunk. Ugye itt még a pendrive kivételére felszólít a rendszer. Egy enter után ezt tegyük is meg. Remélem mindenki eltávolította a pendrive-ot, és akkor indulhatunk is a saját telepített operációs rendszerünkkel. No, már is ugye itt van a szokásos bejelentkező ablak, ugye én a jelszavamat megadom, és már is itt vagyunk a Xubuntu 18.04.5-ös verziójánál. Ugye itt látszik, hogy az óra most már egy picit ugrott, úgyhogy ez most már a rendszer, rendes rendszeridőt mutatja. No, azt mondja, hogy frissítések érhetők el. Én első körről szólok neki, hogy kérdezzen rá később. Ugye még a nyelvi csomagoknak a telepítése meg ilyesmi azért nem árt, hogyha lemegy. Úgyhogy egyelőre itt a frissítés kezelőt, ezt én nem fogom engedni, hogy végrehajtódjon. Nagy kis információ, a panel ebben az esetben a GNOME-mal ellentétben rendkívül jól hangolható és szerkeszthető. Egy gyors panel beállítást teszek meg itt mindjárt az elején, még mielőtt bármit csinálnék. Először is zárólást kiveszem a panelből, majd megfogom a panelnak itt a bal oldalát, és szépen megfogom, és lehúzom ide alulra, majd újra zárolom a panelemet. No, ezáltal egy picit már is windowsosabb lett a megjelenés. Ugye a rendszer szolgáltatásokhoz kapcsoló információk és a dátum található ezen az oldalon, a másik oldalon pedig ugye akkor nevezzük windowsos formában start menünek, amit ugye megfelelő módon én tudok hangolgatni. Akkor elsőképpen gyorsan be is állítom elnézést, be is állítom a képernyő méretemet. Ugye itt látszik, hogy az összes beállítás ezzel a nyomógombbal érhető el, és itt én megkeresem a kijelzőt, meg is van, és a megfelelő felbontást, én a hardvernek megfelelő felbontást így gyorsan be is állítom. Ez 1280x800-as felbontású monitor, úgyhogy én akkor ezt most gyorsan meg is tettem inni. Akkor ezt most már bezárhatom. Tehát most már teljes szélességben működik az operációs rendszerem. Még egy pici windowsosítás, itt jobb egér kattintásra, a beállítások, a tulajdonság, ugye itt a panellel kapcsolatos dolgokat tudom állítgatni, fölül pedig mindig annak az objektumnak a dolgait tudom állítani, amelyiken állok. Tehát ebben az esetben az órát tudom állítani, a tulajdonságainál meg tudom neki mondani, hogy az óra a következő formátumban jelenjen meg, jelezze ki az órát, majd egy kettős pontot, jelezze ki a percet, majd a másodpercet, és ennek megfelelően akkor most már kicsit azért windowsosabbak lettünk, hogy lássuk, hogy mennyire lehet itt a testre szabást gyakorolni, két függőleges vonalat is teszek ide, és a végére még egy szó közt is, hogy egy picit eltávolodjunk a képernyő szélétől. Az órára, ha leállok, akkor megjelenik egy kis információt, ez sem túl szép így ebben a formában, úgyhogy újabb jobbegér tulajdonságok, és ezt is testre szabom, méghozzá egyéni formátumba. Ugye nekem előre kell az év, tehát százalék year, utána kell egy pont, aztán százalék M-mel jöhet a month, tehát a hónap, aztán százalék D-vel jöhet a nap, majd zárójelben nagy A az azt mondja, hogy kiírja a napon pontos nevét. Jó, tehát ezzel a módszerrel fogom én megjeleníteni itt a... De hogyha valakinek kell a... Elnézést ide, csak azért, hogy látszódjon, hogy hogy fog ez kinézni. Ha valakinek kell a hónap kiírt neve is, én ezt most bezárom és rálok, ugye
Na gyere már, ott is van. Ugye, tehát hogyha ide kiírni ki kéne, hogy nem 8-ó, hanem augusztus, akkor azt a nagy B-vel meg is tudnám tenni. Tehát ezt most csak bemutatóként mutattam. Tehát itt a százalék M helyére mondjuk itt teszek egy pontot, ezt kitörlöm innen, és ugye a százalék B-vel beírom a hónapnak a nevét, majd a D után teszek egy kötőjelet, és akkor nem zárójelet, egye fene, hanem ugye egy kötőjellel kiírom a napomnak a nevét, akkor már is kicsit magyarosabb lettem írni. Tehát látszik, hogy augusztus 20-ja, stb. Stb. No, ugye rendszer, szolgáltatások, ugye hangerőszabályzás, értelemszerűen a számítógéppel kapcsolatos dolgok, töltés meg egyebek, hálózati információk és az értesítések találhatók itt. No, ugye van egy kuka az asztalon, ha ezt megfogom, én ezt leszeretném hozni ide, ígyni. Ezt a kettőt pedig majd el akarom innen tüntetni. Ugye az asztalnak is van egy beállítása, itt el is érhető, asztal beállításai. Itt az ikonoknál én meg tudom mondani, hogy milyen ikonok jelenjenek meg. Én fölnyitom teljes méretre ezt az ablakot, hogy jobban látsam. Ugye alapból megjelenik az összes csatolt eszköz, tehát mind a hálózati, mind a csatlakoztatott lemezek, mind egyéb eszköz az asztalon abban a pillanatban, ahogy én rácsatlakozok valamire. Hát én ezt most kikapcsolom, én ezt nem szeretném. Nem szeretném a fájrendszert sem az asztalról elérni, és a saját mappát sem, tehát itt csak a kuka jelenjen meg nekem, nekem ez itt teljesen megfelelő. Tehát innentől kezdve letisztult az asztalom, és ez az egyetlen objektum található itt meg. Na most már nagyjából kezd rend lenni, úgyhogy végrehajthatjuk a következő nagyon fontos lépést, ez pedig nem más, mint a frissítés. Ugye elvileg egyik lehetőségünk, ugye, ha ide alulra belekattintunk, és elkezdjük írni a programoknak a nevét, akkor a kereső gyorsan a felső részbe belistázza a megfelelő szövegrészt tartalmazó objektumokat. Ugye a szoftver és frissítéseknél szoktuk beállítani, hogy hogy és honnan frissüljenek a dolgok. Ugye itt az első dolog, amit szeretnék bekapcsolni, az a Canonical partnerektől való szoftverek telepíthetősége és frissítése. Ugye naponta azonnal jelenjenek meg, és a hosszú távú frissítéseket pedig akkor kikapcsoljuk. Ugye itt a további illesztő programok egyebekkel most nem foglalkozom, de a lényeg az, hogy a bezárás után akkor frissítjük is a mostani beállításnak megfelelően a csomag tároló információkat. Ugye egy plusz tárolót vettem föl, és ennek a tárolónak az adatait gyorsan be kell frissítenie az operációs rendszernek. Ha ez megvan, akkor jelen pillanatban kezelt valamennyi csomagtároló adata már a rendelkezésre áll, tehát semmi akadálya annak, hogy én a frissítés kezelővel valóban most már elvégezzem a frissítéseket. Ugye mivel tudod frissíteni, ezért most itt viszonylag kevés frissítést ír ki, úgyhogy ezeket gyorsan telepítjük is. Ugye, mivel telepíteni fog, ezért értelemszerűen rendszergazdai jogok kellenek, tehát kell a jelszó. Az Ubuntu esetében már elmondtam, hogy a frissítés kezelő, a szoftverek és hasonló ilyen integrált tárolókat kezelő rendszerek azért nem mindig és mindenben egyeznek meg az APT parancssal kapcsolatos működési modellnek, ezért ha itt végeztünk, akkor értelemszerűen megcsináljuk ugyanazokat a műveleteket, amit az Ubuntu alatt szoktunk a frissítés érdekében elvégezni. No, azért addig, amíg itt a frissítés megy, ugye látszik, hogy egy picivel több mindent fog befrissíteni, mint amit ő mondott. Azért, amíg a frissítés meg egy picit nézzünk körül, jó? Alapból ennek a kezelőfelületnek, az XFCE kezelőfelületnek a kezelő panelje, ugye itt ez a XFCF menü, hogyha tudni akarjuk, hogy ő kicsoda, akkor arra van lehetőség, ugye jobbegér, panel beállításainál, bocs, nem a panel beállításainál, elnézést, a tulajdon, nem, ez meg a izé, hol is van, várjunk mindjárt,
Ugye én ezt a rendszert nem annyira használom, úgyhogy időközönként, ha mellé kattingatok, elnézését kérek mindenkinek. Nem, ez csak ez a panel, amiről éppen most szó van. Tehát ennek a testre szabály. Á, itt vannak, megvannak elemek. Tehát milyen elemek vannak a panelen. Ugye most már látszik, hogy na, a whisker menőnek hívják ezt az objektumot, ami ott van, és ezt innen testre lehet szabni. Tehát majd itt például kicseréljük ezt a kedves kis egérkénket, mihez lehetőségünk lesz rá. Aztán vannak az ablakkezelő parancsgombok, amik jelen pillanatban úgy működnek, hogy jön az ikon és jön a szöveg is hozzá. Ezt akkor gyorsan ki is kapcsoljuk. Ugye azt mondja, hogy gomb feliratok megjelenítése, hát én ezt most itt kikapcsolom, így el is tűntek akkor innen ezek a dolgok. Na ez már így nem rossz. A panelnél, a megjelenésnél ő azt mondja, hogy a sorméret 24, hát én ezt megpróbálom egy picit megnövelni 32-re, hogy egy kicsit agresszívabban jelenjenek meg információk. Ugyanígy egy picit durvábbak lettek az ikonok, de én azt gondolom, hogy a láthatóság szempontjából ez nem baj, ha így van. Na, mehetünk vissza. Aztán jön egy értesítési terület, utána jön ugye a notification, tehát az értesítő panel, különféle indikátor billentyűk, energiakezelő, az audiókezelő, egy elválasztó, és utána jön az óra. Ugye ezt az előbb már állítgattuk itt, ha emlékeztek rá. No, tehát látszik, hogy ez a panel viszonylag egész jól hangolható, messze jobban hangolható mondjuk, mint egy Windows panel. Jó, tehát ennyit erről. Ugye mekkora szélességbe kell, hogy megjelenjen. Hossz automatikus növelése. Ha már 100%-on vagyunk, ugye akkor ezt nem kell. Ha ezt egy kicsit összeveszem, és azt mondom, hogy hossz automatikus növelés, akkor mindig akkora a panelit alul, amekkorának lennie kell, de még egyszer, hogy ezt én visszaviszem 100%-ra, tehát ezzel nem kell foglalkoznunk. No, hátterét meg lehet határozni, hogy mi legyen a háttere. Ugye valami háttérképet tudunk hozzátenni, valamilyen homogén szint tudunk hozzárendelni, például nekünk ez a fekete, ez kicsit durva, akkor ezen tudunk változtatni és világosítani ezt a hátteret, bár én megmondom őszintén, nekem ez a fekete, ez bejön, tehát nekem ezzel semmi bajom nincs, úgyhogy én ezt vissza is állítom itt feketére, jó? Illetve egy picit, egy nagyon picit megdobjuk, mondjuk 20-20-20-ra. Így egy picit azért. Ugye, és átlátszik, ugye értelemszerűen itt lehet hangolni, hogy mennyire látszon át, és mennyire ne látszódjon át. Hát én ezt most 60%-ra beállítom így. No, tehát akkor most már ezzel is megvagyunk. Időközben ugye megtörténtek a frissülések, tehát olyan mértékű frissülés volt, ami újraindítást igényel, akkor ennek megfelelően most újraindítjuk a számítógépet. No, újra is indult a számítógépünk, akkor jöhet a bejelentkezés. Na, meg is érkeztünk, a kukánkat gyorsan visszahúzom a helyére. No, ugye még akkor azt ígértem, hogy a terminálon keresztül ugye elvégezzük a megfelelő frissítési elemeket. Én a terminált is beállítom, ugye a szokásos módon a terminál ablak méretét 200x100-asra beállítom, akkor teljes képernyőre nyílik minden, és ugye a színeknél pedig, mint emlékeztek rá, az én kedvenc színeim, ezek a szolarizált sötét színek, úgyhogy akkor ezzel én a terminál programot be is állítottam, és most már úgy néz ki, hogy nekem kedves. Na nézzük! Ugye első képpen az APT-vel befrissítjük a csomagtárolók adatait, tehát valamennyi telepített csomagtárolóból a friss információkat lehúzzuk. Ugye látszik, hogy annak ellenére, hogy volt egy frissítés, még további frissítési lehetőségeink vannak. Úgyhogy akkor én még ezt is megteszem, tehát a teljes frissítést végrehajtom. Hát nem túl sok minden maradt ki, egyetlen darab, egy Ubuntu Drivers Common az i386-hoz. Ugye tudjuk, hogy ez egy 32 bites rendszer. Jó, ez is megvan. Telepítek gyorsan egy kedvenc programot, azt, aki nézegeti az én videóimat, tudja, hogy én ezt szeretem használni. Ez a NeoFetch-nek nevezett program, ugye, ami rendszerinformációkat nyújt a számítógépről. No, ha ezzel megvagyunk,
fetch, akkor már is itt van egy kész, használható operációs rendszerünk. Ugye látjuk, hogy ez egy Ubuntu 18.04.5-ös LTS verzió, egy i686-os, tehát egy 32 bites rendszer. 5.4.0.81-es kernel van rajta, 1280x800-as felbontásra megyünk. Az ablakkezelő rendszer ugye egy XFCE, és ugye itt van, hogy milyen témával megy a rendszer, és látszik, hogy egy 2 gigányi memóriából mintegy 230 megabájtot használ. Tehát jelen pillanatban nyugalmi állapotban ennyi a rendszernek a használata. Tehát nem egy túl nagy forrásigényű rendszerről beszélünk. No, tehát tulajdonképpen még egy gyors kis áttekintést azért tegyünk, és akkor ezzel az első videónak vége is lenne. Ugye a kezelő felületen az összes csoportba be van sorolva valamennyi telepített alkalmazás, tehát itt az összes programot, amit a Xubuntu alapból föltelepít, az itt elérhető. A beállítások ugye mind ezen a fülön elérhető, mind pedig a menümből a beállítások gombon keresztül tételesen egyenként is elérhetjük őket. Grafikai program, ugye hát nem túl sok van. Internetprogram, ugye látszik, hogy a Firefox böngésző, Thunderbird levelező fönn van, egy torrent kezelő, a Transmission fönn van. Én ezt a Pidgint régen nagyon használtam, de most Windows alatt inkább, de innen le fogom majd szedni. Irodai programjaink vannak, bár ezeket majd be kell frissítenünk, mert hogyha megnézzük, mindjárt elindítunk egy writert, ugye ez a szövegszerkesztő, és megnézzük, hogy mi az ő verziója, akkor látni fogjuk, hogy ez a 6.0.7-es verzió, ennél azért fogunk találni frissebbet, és azt majd valahogy le fogjuk ide telepíteni, hogy azért ennél frissebb verziónk legyen, ami még 32 bit alatt működik. Aztán azt mondja, van néhány játékunk, ugye hál' Istennek nincs túlzásba véve, néhány kellék, néhány fontos információ. Itt nem Geditnek hívják a szövegszerkesztő programot, hanem Mousepadnak, amit akkor, ha már itt vagyok, gyorsan szintén beállítok. Ugye sorszámok jelenjenek meg, mutassa a szüneteket, sorvégeket, hát azokat nem kell, a tabulát, vagy a oszlop végeket 120-nál jelölje meg, a jelenlegi sort emelje ki, a zárójelek párokat is jelezze, ne törje a sorokat, ide is egy Solarized nem liked, hanem Solarized dark üzemmódot kérek, kettes tabbal menjen, space tegyen a tabok helyett, automatikus behúzásra figyeljen, állapotsor jelenjen meg, teljes fájlnév, ablakméret megjegyzés, ablakpozíció megjegyzés, mindig mutassa ezeket a füleket, és hát ez így jó. Eszközök megjelenítése vagy sem, hát egyefene megjelenítjük, mi vagyunk lehet belőle, és ugye akkor fölnyitom teljes méretre, és akkor már is ez is rendben van. Jó. Kellékeknél jártunk, ugye néhány további információ. Multimédiában van egy média lejátszónk, van egy hangerőszabályzónk, ugye, és egy XF Burness pedig a CD-k, DVD-k kezelésének, tehát CD-írás, DVD-íráshoz van. Oktatás című alatt csak a LibreOffice-nak a MAT rendszere van, és a rendszerkezelők között sincs túl sok minden. No, tehát ennyit erről a rendszerről, ugye zárolhatjuk, illetve leállíthatjuk. És akkor én ezzel tulajdonképpen el is búcsúzom tőletek az első videóban. Ugye a rendszert szépen leállítom, úgy, ahogy azt kell. No, tehát ennyit a Xubuntu rendszer telepítéséről. A következő videóban a Xubuntu rendszernek a hangolásával fogok foglalkozni, illetve telepítünk néhány olyan fontos alkalmazást, amelyek én azt gondolom, hogy feltétlen szükségesek egy operációs rendszer használatához. Mi az, amit ma csináltunk? Ebben az oktató videóban egy olyan Ubuntu operációs rendszer telepítettünk, ez a Xubuntu 18.04.5-ös hosszú távon támogatott verziója, ami attól különleges, hogy 32 bites operációs rendszer, azaz a kifejezetten régi gépekre telepíthető verzió, amely normálisan fog futni és normálisan fogja használni a régi gépeinket.
Én ezt az operációs rendszert egy több mint 15 éves, illetve pontosabban nagyjából 15 éves gépre egy Acer TravelMate 53-10-esre telepítettem, és ezen használom. Ne felejtsétek el, mybuntu.okis.hu az én weboldalam, ahol az elérhetőségek között megtaláljátok minden elérhetőségemet. Ha bárkinek bármire segítségre szüksége van, akkor nyugodtan keressetek az elérhetőségeimen. Jó Xubuntuzást, kerítsétek elő a családban itt-ott elkallódott régi gépeket, és nézzétek meg, hogy mire képes ezeken egy Xubuntu operációs rendszer. További szép napot kívánok, sziasztok!